A Mozaik Közhasznú Egyesület az autizmussal élő emberekért 2015. november 20-án autizmusnapot rendezett a Laffert kúriában. A rendezvényt Lehel Endre alpolgármester nyitotta meg. Szép jó napot kívánok, tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket. Megtiszteltetés számunkra, hogy én jó ügynek másodszor tudom otthon adni, és azt gondoljuk, hogy a jövőben is bármikor itt vár a kapu. Ezen kívül, a gesztusokon kívül, empátiákon kívül, a pénzügyi helyzetünkhöz értem, anyagi támogatást viszonylagosan tudunk adni, de nem sokat. Én azt kívánom, hogy ez a mai nap legyen önöknek eredményes, amikor jössz hasonlatosan, és jó munkát kívánok mindenkinek. Még egy dolog, a ház azzal is készült a mai napon, hogy a este folyamán a díszkivilágítás képfénye lesz. Ezt kérték, hogy mondjam előre. Minden jó, további szép napot kívánok! Az esemény középpontjában az érdekvédelem érdekérvényesítés állt. Az idei rendezvényre olyan előadókat hívtak meg, akik érdekvédőként vagy döntéshozóként segíthetik a szülőket autista családtagjuk érdekeinek érvényesítésében. Az egyesületet azért hoztuk létre, mert részt vettünk egy nagyon jó szülőtréningen néhányan. Ennek a neve Early Bird és az Angol Autizmus Társaság dolgozta ki. Azt tapasztaltuk, hogy ez egy hihetetlenül jó élmény, amikor az ember 3 hónapig heti rendszerességgel sorstársakkal találkozik, szakértőktől kap segítséget. Szerettük volna ez a tréning mások számára is hozzáférhető. Erre hoztuk létre az egyesületet, hogy ez a tréning ez Magyarországon elterjedjen. Sajnos ez nem valósult meg, mert olyan forrásigényes, olyan kevés családot lát el egyszerre, hogy nem tudunk rá forrásokat szerezni. Ugyanakkor a fő cél az maradt továbbra is az informálás képzés. A szülők általában milyen kérdésekkel, kérésekkel, esetleg javaslatokkal szoktak hozzád fordulni egy ilyen nap után? Alapvető kérdés, és az egész mai nap is erről fog szólni, hogy az ellátás nagyon hiányos, tehát nagyon kevés hozzáférhető ellátás van autista gyerekek és családjaik számára. Általában oktatási intézményt keresnek, de előfordul, hogy felnőtteknek bentlakást vagy ellátást, juttatásokkal kapcsolatban érdeklődnek, de nagyon-nagyon széles spektrumon mozognak a kérdések, tehát van, aki a megromló házasságával kapcsolatban szeretne segítséget kapni. Ide, az ilyen autizmus napra általában kiket szoktatok elhívni, hiszen ugye nem csak az érintett szülőket vonzhatja ez a dolog, hanem az oktatási intézményekben dolgozókat. Pontosan. Mi alapvetően szülőkre találtuk ki ezt a rendezvényt, tehát szülőket vártunk, de sosem tudjuk leválasztani a szülőkről a szakembereket, és vice versa, hiszen csak együtt érhetünk el eredményeket az autista gyerekek fiatalok fejlesztésében. Nagyon meglep, hogy minden évben fele-fele arányban szakemberek és szülők jönnek el, ami szerintem azt mutatja, hogy a szakembereket legalább annyira érdekli, hogy hogyan kéne ezt a dolgot jól csinálni, mint minket szülőket. Érintett szülők is jelen voltak, akik a témával kapcsolatos saját tapasztalataikat, jó gyakorlataikat osztották meg az érdeklődőkkel. Az egyik fő célja az volt, hogy a megjelentek kapcsolatba lépjenek egymással, elinduljon a felek közti párbeszéd, a közös gondolkodás. Többségi társadalomnak a tájékoztatás az mindig egy nagyon nehéz feladat és nagyon-nagyon lassú folyamat. Ez helyi szinten mi ebben még nem nagyon vállaltunk szerepet. Ugye ezek olyan trendek, amik nélkülünk is mozognak, vagy mi nagyon kevés segítségünkkel is mozognak Magyarországon. Azt látjuk, hogy folyamatosan változik és pozitív irányban változik a tudás és a megítélés. Vannak nagy figyelemfelhívó rendezvények április 2-án, amikor kékbe borul a parlament, Békés Csabán a Jókai Színház, meg még számtalan más magyarországi épület. Most szervezzük, hogy idén már Dunaharasztin is kékre legyen valami világítva. Ez nyilván egy marha látványos dolog, amikor így kampányszerűen megmutatjuk az autizmust, aminek szerintem ereje van az, amikor a szülők valóban beintegrálódnak sikeresen a többségi társadalomba, és megmutatják, hogy egy autista gyerekkel is lehet élhető emberi életet élni. Azt tudod esetleg, hogy Dunaharasztin hány embert érint? Dunaharaszti lebontva nem tudom, ezek szenzitív adatok, tehát ezt soha senki nem fogja nekem kiadni, és ez így van jól. Azt tudjuk, hogy a világon mindenhol a mért epidemiológiai arány, ez egy jó nehéz szó, 100-ból 1. Vannak olyan kampányok, amik már ilyen 50 meg 48-ból 1 eldobálóznak, szerintem ott már nagyon kitágították az autizmus fogalmát, de ha csak 100-ból 1-et veszünk, az is egy igen nagy és magas szám. Az említett célok elérése érdekében a mai napon kiket hívtatok előadásra?
Be fog mutatkozni a Mozaik Egyesület, illetve bemutatjuk a helyi érdekvédelmi programunkat, aminek gyakorlatilag a startkövén állunk, és amitől nagyon sokat várunk. A Kliktől Vizi Viktória érkezik hozzánk, tanügyi referens, Lehlendra a polgármester úr fogja ugye megnyitni a napot. Nagyon Solya érkezik, ő egy érintett szülő, aki a saját tapasztalatait fogja érdekvédelemben velünk megosztani. Szilvási Zsuzsanna az Autism Europe elnöke. Ő is ugye magyar és érintett szülő. Az Autisták Országos Szövetsége is itt lesz, tehát képviselteti magát, megmutatja, hogy az országos érdekvédelemben mi történik, mert az országos a helyi nélkül nem tud működni, és vice versa. Valamint a Civil Kollégium Alapítványtól jön két közösség szervező, mert azt gondoljuk, hogy a jó érdekvédelemnek az alapja az, hogy legyen egy élő közösség itt Sziget-Szent Miklós járásban, amelyik tudja képviselni az autista gyerekek, családok érdekeit. A szülőkkel végzett eddigi munka során a szervező Mozaik Közhasznú Egyesület azt tapasztalta, hogy a családok legnagyobb problémája a megfelelő oktatási intézmény kialakítása az autista gyermek számára, ezért érdekvédelmi programjuk fókuszában is az oktatás áll. Ennek megfelelően meghívást kapott a rendezvényre a Pest megyei Klik is, a szervezetet Vizi Viktória szakszolgálati referens képviselte. A rendezvény ideje alatt a közel 80 regisztrált résztvevőnek lehetősége volt autizmus tárgyú szakkönyvek, segédeszközök, továbbá az autista és más fogyatékkal élők által készített termékek megvásárlására. Többek között árusított a Bárka Alapítvány, a Kocka Csoki, valamint Brausvetter Katalin.